Nem hiszem, hogy mit hoznak elő. Mit? Ezek a szemetek az én magánéletemmel teregetnek. De a kulcsárügy. Zsenialitás. Most egy kulcsárügybe felmerült a neven, és az ez a pióca is itt van. Mi az, hogy milyen dologon azt állítja az a hülye szuka, hogy az én törvénytelen lányom. Mert én vagyok a biológiaja. Ez normális ez? Ha tényleg ki a... beigazolod, akkor lőttek az amerikai államnak. Sőt, el fogok válni tőled. Hát a szívem. Miért csinálom ezt? De csak a tud, hogy mit csináltál 21 évvel ezelőtt. Azt te iszod meg. Te csináltál magadnak egy galibát, és erre a következményét. Te tudod, hogy miért csináltad ezt. És te, és ha kiderül végül, hogy ez a törvénytelen gyerek, az valójában a te törvénytelen lányod, annak gondoskodnod kell. És lőni fognak az amerikai államnak. Csak nem azt akarod, hogy el akarsz látni. De! Majd meglátom, hogy az válás, hogy nem lesz válás. Majd én döntöm el. Vacsorát főzöl? Főzzél te magadnak, paprikás krumplit. Én nem főzök. Főleg ezek után ez a lotyó beállított, hogy ez törvénytelen lányod. Édes faszom. Hello! Úgy látom, van neked egy törvénytelen testvéred. Apád nagy fába vágta a fejszét. Mi lenne, hogy befognátok a pofátokat? Milyen érzés egy törvénytelen tesót látni? Ezt honnan veszitek? A nő legújú zirkálta. Ne. Ezek mindig másik magánélete bájkálódnak pénzért. Rosszabb itt a kulcsárlinás. Szegény apámnak nem volt elég ez, most kulcsárügyet is rásóztak a rendőrök. Hála a Baumgartner akárkinek. Rosszabb, mint a Solti Árem gyerek ügye. Gyerek törvénytelen kívül. Törvénytelen gyerek, vagy mi a franc. Na, húztam vissza. Törvénytelen milliárdos. Fuppán be a pofád. Nézel még jobb azt a kurva újságot. Szép? Mit nézzük? Hát nem lenne egy napon, hogy azt a rohadt kibaszott újságot olvasna. Inkább foglalkoznál valamivel, valami előtni a tév. Az időre. Inkább néznél tévét, vagy foglalkoznál velem. Vagy a lányoddal. De most nézd meg! Nézek, egy milliárdos a törvénytelen gyerek. Még a tévé is mondja. Ez fúja. A tévé, az internet, az újság. Törvénytelen gyerek. Ki se gondoltam volna ebbe a milliárdosba. Aki volt a lányunknak a pasija. Az törvénytelen testvér. Megjelenik.
Most miért vagy te szívtelen dög? Hogy vagy ilyen szívtelen dög, hogy te eltiltott a lányunkat? Attól a... fasztól. Az a fasz megvert a lányunkat. Nem emlékszel? Ez húzódás is. Elnézőek lehetünk volna. Mit gondoltam volna, egy milliárdos gyereki fasságokat csinálja a lányunkkal? Jaj, nem, egy rakás durexet nem vett. Hogy bekerülsz a kossa a lányunkkal. Még hogy egy gyűrűt. A markodónak. Pláne az 2,5 évig. Sőt, 3 évig tart az a kapcsolat. Kérdezd meg attól a milliárdos fasztól, akinek van törvénytelen gyereke, hogy miért a francia választott el bennünket. És ő a lányunkat tőle. Jaj. Nem érek, hogy én elegem van ebből milliárdos faszokból.